A Torontálvásárhelyi Magyar Művelődési és Művészeti Központ tagjai április utolsó vasárnapján a helyi József Attila Művelődési Otthon nagy termében hagyományos tavaszi tea délutánt rendeztek. Sikeres és kellemes hangulatú volt az esemény, mintegy 100-an érkeztek a tea délutánra Bánát és Bácskai nőegyletekből, valamint a helyi Pipacs nőegylet tagjai is jelen voltak. 7 helyről érkeztek a vendégeink, Hertelenfalva, Székelykebe, Magyaritabé, Sándoregyháza, Erzsébetlak, a mieink, Pipacsosok, Muzsla. Most kevesebb vendég lőtt, mert ezt tudtuk is, mivel hogy most van a szövetségi kiállításnak a befejező része, szedik le a kézi munkákat, és így most kevesebb számban vagyunk jelen, de 90 személy így is, úgy is most még van, holott 160 szokott lenni. A vendégek köszöntése után a hagyományoknak megfelelően ezúttal sem maradt el a jó zene és a tombola. Még idáig jó hangulat van. Na most én nekem jutott ez a megtisztelő figyelmesség, hogy köszöntsem az itt jelenlevőket, a vendégeket, mivel el vannak foglalva az elnökünk, úgyhogy most én rám maradt ez, és szeretném köszönteni majd az itt lévőket, hát a Titeli zenekar zenél. Először tombola, nagyon szép számban van a tombola, tényleg. Ezt lehet mondani, hogy talán minden második tombola fog nyerni. Nagyon sok tombolánk összegyűlt, főnyereményünk is lesz, úgyhogy szép számba fog lenni. A Torontálvásárhelyi Magyar Művelődési és Művészeti Központ közel 2 évtizede működik sikeresen. Az idei évben is folytatják aktív tevékenységüket. Van is célunk, és meg is van a tervünk, új tagokkal gyarapodott a közösségünk, úgyhogy vagyunk a központban most már többen. Hát most az első és minden kézi munka kiállításon részt fogunk venni. Minden hagyományos ünnepségen, az aratástól kezdve a főzőversenyekig ott vagyunk, mert tulajdonképpen mi Magyar Művelődési Művészeti Központ vagyunk. Művelődéssel kell foglalkozni. Kórusunk van, föl szokunk lépni, és most a gyerekeket is beleavattuk, kézi munkákat, asztali kézi munkákat csinálunk, tojásfestés volt, de sajnos kevesen jelentek meg. Lehet, hogy talán a mi hanyagságunk is, hogy nem tudtuk hamarabb értesíteni a gyerekeket és szülőket is. Itt a kultúrházban volt a tojásfestés. Mi nálunk a csigakészítésbe akarjuk belevezetni a gyerekeket, voltak is már ottan. Közös csigacsinálás volt, a kézi munka ültéseibe is akarjuk, próbálkoztak vele, de hát az még elég nehezen megy, ugye a felnőtteknek is, nem hogy a gyerekeknek. Most kirándulásra szeretnénk elmenni, mert ugye a mi tagsági pénzünket a közös kirándulásra szoktuk fordítani. A második téja délutánunk augusztus utolsó szombatján, az pedig a falunk ünnepségével kapcsolatban az letelepedött őseink tiszteletére, amit adunk emlékműsort, úgyhogy augusztusban szeretnénk megszervezni. És hogy kihangsúlyozzam, július 6-án aratóbálot csinálunk. Az aratás még nincsen meg, hogy lesz-e aratás, vagy aratva aratunk-e, ezt még nem tudjuk, de az aratóbálat mög lesz tartva, már a szervezés benne van. Minden igyekezetünk arra van, hogy hát ez sikerüljön.